Gondolkoztatok már azon, hogy pontosan mennyi időt lehet megtakarítani egy készétel megvásárlásával? Ezt fogom teszteni mai videómban. Sziasztok, Csorba Anita vagyok. Persze alapvetően én is nagyon szeretek a konyhában sürögni, forogni, finomokat főzni, de adódik úgy, hogy erre nincs lehetőségem. Ilyenkor jön szóba egy kész szendvics, vagy egy kész vitaminbomba, egy gyümölcsös smoothie, amit persze nem is olyan rövid idő elkészíteni. Hogy pontosan mennyi, ezt fogjuk ma lemérni, ezeket fogom elkészíteni mai videómban. Egy szendvics elkészítése viszonylag egyszerű folyamat, ezért nem is gondolnánk, hogy mennyi idő elkészíteni. Már amíg előkészítettem a szendvics hozzávalóit, az is legalább 5 perc volt, de most szigorúan csak az elkészítési folyamatot vesszük fel. Először is feltettem a tojást főzni, mert azt tart a legtovább. Félbevágtam a szendvicset, megkentem egy kis sajtkrémmel, és ráhelyeztem 2 szelet párizsit. A tetejére is sajtkrémet halmoztam, rátettem egy szelet sajtot, és a szendvics tetejét is megkentem még ezzel. A gyümölcsöket szintén már korábban előkészítettem, alaposan megmostam, most pedig félbevágtam az almát, cikkekre vágtam, kivettem a közepét, és beletettem a turmixgépbe. Hozzáadtam egy fél körtét, és egy fél barackot is. Még egy pár szem szőlőt szórtam a tetejére, hogy igazán gyümölcsös legyen a végeredmény. Alaposan összeturmixoltam, és egy pohárba öntöttem. Amíg elkészült a smoothie, a tojás is megfőtt, megpucoltam, felszeleteltem, közben még egy kis piros paprikát is apróra vágtam. A szendvics tetejére rákerültek a zöldségek, illetve a tojás szeletek. Ha sűrű napotok van és éppen nincs időtök eltölteni 20 percet a konyhában a reggeli elkészítésével, akkor javaslom nézzétek meg a Spar Enjoy kínálatát. Hogyha tetszett videónk, lájkoljátok és csatlakozzatok a Spar Magyarország Facebook oldalához további inspirációkért. Sziasztok, szép napot!